Az esés az mindig para. És amikor már túl vagy rajta, megvan az első esésed, na akkor nagyon sok mindent fogsz érezni, amikor visszajössz először egy motorra mert valakiben nyomot hagy az esés. Valaki azt mondja, hogy le tudja magáról rázni, lelkileg, és nem parázik, és visszaülés gyakorol, de a legtöbb embernél nyomot hagy egy-egy esély, kaptam egy ilyen üzenetet. Szia, lenne egy kérdésem, mit tegyek, hogy elmúljon a félelmem, amikor kanyarodok jobbra, és csak leblokkolok. Pár éve elestem, és kb. fél hátamon csak a hús látszódott. Nem is volt olyan vészes, de azóta néha megtörténik, nem mindig, hogy leblokkolok, és nem megy a kanyar jobbra. Annó balra kanyarodni semmi gond. Ha? Amit kocsival 100 km h óra, az általában motorral 120 100 én szoktam venni be. <laughs> venni be. Mit tegyek? Mennyi hatszor annyit, mint eddig? Aztán elmúlik. Szép lassan ez mindenkiből kikopik a dolog. De valószínűleg egyébként azért van a para, mert nem vagy tisztában a motornak az irányítási dolgaival, a matekkal, a fizikával, alapszinten sem. Hogy hol vannak azok a határok, hogyan tudsz saját határokat bővíteni, például súlypontát áthelyezésre, a gyerek kanyarodás képzésre, azt az ilyen problémáidnak a nagy részét meg fogjuk oldani ott helyben, azonnal. Mert meg fogod érteni, hogy mindenkinek ugyanúgy működik a közút, a motor, a fizika, a matek, az egységesen hat mindenkire. És hogyha más meg tudja csinálni, akkor te is. Meg hát kijönnek a problémák. Gyere a képzésre, aztán meglátod, hogy javulni fog.